Jó. Üdv mindenkinek, szevasztok. Minden magadat videózod. Mondd már nekem. Na. Itt sétálgatok. Jól el vagyok. Nem tudom, szeretek itt az erdőben sétálgatni, mert megnyugtató, meg úgy. Nincsenek problémáim. Amúgy sincsenek, csak sokkal jobb, hogyha nyugodt környezetben vagy. És kiegyensúlyozott. Maradsz, mint addig, ameddig úgy érzed, hogy tök jó. Miért nézek körbe? Hát mert egy erdőben azért körül kell nézni, mert ha véletlenül egy óriás csimpánz, gorilla, makákó, banánfás, Turmix Lajos rámugrik, akkor mit csinálok? Hm? Beszippant egy krokodil véletlenül itt a dzsumbújba, érted? Mi lesz? Mert mondjuk itt nincs krokodil. Mi van veled? Fáj a hajad? Hát fáj. Na! Mit tudok mondani? Azt tudom mondani, hogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, akik nézik a videókat. Ölelés van nektek. Tiszteletem mindenkinek, minden kedves embernek. Lányoknak leginkább, a fiúknak pedig pacsi, a lányoknak puszi. A seggükre, az arcukra, meg a hajukra. Na, hát most lassan kezd sötétedni. Ami azért jó, a ma este van. Lassan. Hát ilyen 5 óra környéke van már biztos, nem? Nem, akkor már fú sötét van. Lassan sötét lesz, úgyhogy arra vigyázni kell, hogy sötétben már ilyenkor kint ne legyél itt az erdőben. Jó, hát nem félünk a boszorkányoktól, melyek el akarnak csippenteni minket. El akarnak minket repíteni új boldogtalanságosságba. Na, nézzük csak. Mit látok? Na, megyünk visszafele, mert azért még sem akarok arra menni már. Arra már voltam. Na, most mit mászkáljak még nektek? El akartam arra menni, csak ott meg ül egy ember, és hát nem akarok kommunikálni senkivel. Amúgy én nem szoktam kommunikálni senkivel. Aha, jó. Ah, Mikulás száldogál itt össze-vissza a rénszarvasokkal. Annan isznek ezek a Mikulások. Főleg a rénszarvasok. Jó beszoktak baszni. Mindenkinek szeretetet a karácsonyfája alá és boldogsága. Na meg sikert. Hoppa, oda néz, hogy csúszik. Figyeld oda, mert végén kicsúszik alólam a talaj. És akkor lesz baj, hogyha kicsúszik a lábam alól a talaj. Davaj. Ez a mai nap, ez hamar eltelt. Úgyhogy most így elsétálgatok, fickálgatok. Jól érzem magam. Nem jó mindig a szobában bent ülni. Nem jó, nem tudom, annyira beszippantott most ez a 4 fal, tudod, így játszottam, még bent videózni. Valahogy én megszoktam azt, hogy mindig kint vagyok. Kint a nagyvilágban, mászkálok, sétálok, és úgy videózok, hogy mindig van valami érdekesség ennek az egésznek. Az, hogy a 4 fal között vagyok, nem jó. Nem kell nekem a 4 fal. Még minek? Nem az én világom a 4 fal. Meg olyankor furcsán érzem magam, ha egy adott idő eltelik és kijövök, akkor hogy furcsa, hogy atyóristen, külvilág, emberek. Eddig csak a játékban láttam, de ott se élethülyeket, itt sincsenek élethű emberek, vagy mi? Zombikat? Meg mit tudom, miket látsz? Ugye, meg filmet nézel, és mit kijössz, és így atyavilág, ez a való élet, mégse film. Ja, mondjuk aztán az élet is egy film, amiben mi vagyunk a szereplők. És a való élet írja a történéseket. Igen, vízesés van. Most rendeltem. Most rendeltem vízesést. Direkt azért, mert videózok, aztán mondom, akkor pattintsatok egy vízesést, légy szíves, mert nagyon mérgetes leszek, ha letártál nekem, itt nem lesz vízesés, mikor jövök. Szeretek ezen a hídon átjönni, mert mindig csak akkor a vízesés, amikor itt vagyok. Amikor elmegyek, akkor már nincs vízesés. Na, hát nem nagyon szoktam én itt izé szarozni, ott pedig repülő. Húzza a kondenszcsíkot. Elnézést kérek, hogy megakad a nyelvem, de ki vagyok szájában, nem hoztam vizet. A francba, mehetek megint a bódba, mert kell vennem üdítőt. Meg lehet, hogy veszek egy üveg vizet, mert a minden tudó
flakonocskát el kellett dobnom, mert már az olyan régi volt, hogy már nem volt értelme használni. Úgyhogy ja, mert majd lesz valamikor ilyen, hát nem is tudom, minden tudó víz sorozatnak már vége van, úgyhogy a 27. volt az utolsó rész. Most már csak ilyen sétálgatós, vagy szobában ülős, történetmesélős, véleménykifejtős, egyéb videók lesznek, direkt ilyen 10 perces jellegű videók, hogy mégiscsak az emberek észrevegyék, hogy én vagyok, vagyis hogy létezem. Ja, de jó, hogy tiszta víz amúgy a fű. Mi van, nincs hajszárítótok, hogy megszárítsátok a füvet? Érted, tiszta víz, véletlenül elcsúszok, piszkos lesz a kabátom, milliókba kerül, ne szórakozzatok velem. Ezt is amúgy valaki biztos komolyan veszi. Mindegy, nem is érdekel. Na. Letértél a helyes útról, fiam. Na. Baszki, milyen. Valaki úgy érezte, hogy inkább rááll a padra, mint ráülne. Nyerselő van benne, fiam. Mi van veled, fiam? Nyerselő logika, na erre csúszom nekem itt a telefon. Mert azért nem lenne jó elcsúszna. Na. Ez egész jó idő van, meg így jó érzem magam. Úgyhogy minden tök király, és minden tök sirály. El vagyunk itt a rengetegben. Jó, szerintem lassan el is kéne menni haza, nem? Mert de mégiscsak jobb otthon, mint kint. És mégiscsak kényelmesebb, hogyha otthon vagyunk. Nem? Mi ez? Mi ez itt, ami van erre, meg arra? Mindenki menjen el a büdös faszba. Lesznek videók. Folyamatosan. Tök jó. Tök furcsa, hogy itt vagyok. Ja. Ilyi autó. Aszta. Ráadásul fehér, nem, zöld és szürke az eleje. Egy nagyon csöppet az eleje szürke. Azt, de most ez képes volt körbe menni, felment ott itt a dombon, és toldalt a dombon, meg lejött. Mi van, unatkozol, vagy kisgyereknek érzed magad? Olyan, mint hogy csúszdáznál, csak sajnos négy kerékkel, mi? Ez már csak ilyen, de négy keréken csúszdázok. De most meg jön egy másik autó, ez meg tiszta szürke. Azaz, oda nézi, az igen, luxus Verda, ez igen, gondolom nem kell az ajtót kézzel kinyitnod, mert fogod a távirányítót, azt kinyitod. Amúgy ezt se értem, hogy mi a francnak kell az, hogy nyomom a távirányítót, és ott állok. És meg kell várnom, amíg az autó beparkol az udvarba, mert ki kell nyitni az autót. Fogom, kiugrok, kinyitom, beállok, vagy valaki beáll addig, és becsukom a kaput. Minek kell lesz, ezt nem is értem. Az elektromos világ, vagy elektromos, vagy a WC is elektromos? Olyan nem megyek WC-re, megnyomom a gombot, azt jön a WC oda az ágy mellé, csak ráülök, az kész, hogy mi? Hogy mi fogod, azért ezt megy egy drót oda, azt szippantja. Úristen, gyerekek, milyen világot élünk, ami? Borzalmas. Annak az autónak mi baj, mi van? Lóg a sárhány volt, fiam? Hát ez is tudjuk. Mi van? Leesett a kipufogó, azt hozod magad után? Na, mindegy, hát ez ilyen. Na jó van. Mik vannak itt, hallod? Érted? És akkor izé elektromos történetek, meg ilyenek. De nem. Lusta kiszállni a Verdájából, hogy ő kinyissa azt a szart. Jó van, bazd meg. Akkor ne nyisd ki. Na, mondjatok valami jót, meséljetek magatokról, mi a helyzet veletek? Mit fogtok csinálni a szilveszteri buli partiban? Mi lesz a lényeg? Mindenki be fog baszni, mi? Mindenki megissza a medve kóláját, azt elalszik. Medve kóla, mi a faszom? Honnan szedte ilyen szavakat, öcsém? Jön valami? Aha, gyors vonat. Igen, láttam, hogy Urbán Gergő Pestre vonatozott. Nem hogy szólt volna amúgy, hogy ő megy. Egyszer már mondta amúgy a Gergő, hogy menjek el vele Pestre, de nem szólt volna, hát ott ment el le, szerintem előttünk gyalogolt az állomásra. Bejött volna, szólt volna, hogy figyelj, Mário, gyere már el izé Pestre velem. Jó, menjünk egyetene. Live-oztunk volna egy jót nektek. Beszélgettünk volna, elhülyéskedtünk volna. Jól éreztük volna magunkat, azt ennyi. De nem, hát mindegy, figyelj, azért 3000 valamennyit fizetett a jegyér. Jó van, hát jó drága, hogy? Olcsóbban is megúszhatta volna. Érted? Az mégse 3000 forint, hanem mit tudom én.
600 forint, vagy 700 forint lett volna kettőnknek az út. Mindegy, jó van, hát örülök neki, hogy elment Pestre. Hát belenéztem a live-ba, ahol kérdezték sok mindenről, meg sok mindenről beszélt. Ő mondjuk a Gergő az nem nagyon beszédes, úgyhogy ő azért nem az a szószát járt gyerek, de én nagyon bírom. Hát, hogy mikor lesz-e vele egyáltalán videó, azt nem tudom. Ezt a Gergőnek kéne tudnia, hogy mikor óhajt erre felém gurulni, autóval akár, vagy a busszal, hogy mikor jön erre. Ez egy jó kérdés. Na jó van, igazából ennyit tudtam mondani. Aztán majd jelentkezem még videóval. Ma már nem, mert ma már nincs kedvem, úgyhogy majd holnap vagy. Holnap után, vagy azután, vagy bármikor. Na, ennyi lett volna a mai napom, meg a dumálásom. Na csát!